Lökdösték és leköpték a fővárosi bíróság folyosóján Budaházi György szimpatizánsai az ügyészt. Előzőleg a bíróság elutasította a terrorizmussal vádolt radikális férfi szabadon bocsátását óvadék fejében. Így Budaházi előzetes letartóztatásban marad az elsőfokú ítélet kihirdetéséig. A bíró felhívta a vádlott és a védő figyelmét arra, hogy új indítványt csak akkor terjeszthetnek elő, ha abban új körülményre hivatkoznak. A végzés nem jogerős, a vádlott és védője is fellebbezett. A radikális férfi terrorcselekmény elkövetésével, robbanóanyaggal való visszaéléssel, emberölés előkészületével, Csintalan Sándor megveretése miatt pedig aljas indokból elkövetett súlyos testi sértéssel vádolják, mint felbújtót. A vádhatóság képviselője hivatalos személynek minősül, a szimpatizánsok tette pedig bűncselekménynek.